A kormány által indított országjáró kampány 18. kerületi állomásán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt, Kucsák László országgyűlési képviselő vendége a Polgárok házában. Zsúfolásig megtelt az előadóterem, a beszélgetés célja a nemzeti konzultáció erősítése volt. Vannak dolgok, amiket meg tudunk állítani, amit meg tudunk akadályozni. Amit emberi elme kigondol, amit emberi elme kitalál, ott megvan mindig a lehetőség, hogy azokat befolyásol. Hát mi alakítjuk a saját kis környezetünket, és abban bízhatunk, hogy ha a nagyobb közösség környezetét is közösen alakítjuk, akkor csak előre és csak jobban tudunk jutni. A nemzetgazdasági miniszter arról is beszélt, hogy az ország olyan kihívás előtt áll, melyre korábban eddig nem volt példa. Megtapasztaltuk 2015-16-ban, hogy bizony ezek a bevándorló polgárok, ezek nem kerültek Magyarországot sem. Emlékezzünk a keleti bájdornál milyen események játszódtak le. Azóta is azért látjuk a televíziós képekben, hogy ezen nyomáshoz nem szűnt meg Európán, és ezen fel kell lépni, fel kell emelni a szavunkat. Varga Mihály a soros terv 7 pontját is prezentálta. Hangsúlyozta, elsősorban azért van szükség összefogásra és a Soros-Györgyféle álláspontok határozott elutasítására, mert félő, hogy erősödni fog a gazdasági bevándorlók nyomása. Az előadás után a lakosok kérdéseket tehettek fel a nemzetgazdasági miniszternek, aki kivétel nélkül minden témában választ adott az érdeklődőknek.